mai eseménynek a célja az az volt, hogy szeptemberben a UPC bejelentett egy hálózatfejlesztést, hálózati átépítést, optikai fejlesztést, kifejezetten Monorvárosra vonatkozóan. A mai eseményen pedig a teljes 29-es körzetre vonatkozóan meghívtuk a polgármestereket, és államtitkár úr is nagy örömünkre elfogadta a meghívást, mint a térség országgyűlési képviselője, hogy arra adjunk egy tájékoztatást, hogy nem állunk meg a fejlesztéssel. Monoron túl a következő néhány hónapban Monori Erdő és Nagykáta településekre is elvisszük azt a nagysebességi optikai hálózatot, amelynek a előkészítését vagy kivitelezését Monoron már elkezdtük, és 2016 év végére be is fogjuk fejezni. Valamint megerősítettük abbéli elkötelezettségünket és szándékunkat, hogy a beruházást a második negyedévétől, 2017 második negyedévétől is folytatjuk. Remélhetőleg akkor már összhangban egy nagyon pozitív változással, vagy egy nagyon pozitív hírrel kiegészülve, hogy a kormányzat a digitális jólét program keretében úgy döntött, hogy a Pest megyei régióban is támogatja a szupergyors internetnek a hálózatfejlesztését. Ugye ez az a Pest megyei régió, ami kimaradt az Európai Uniós pályázatból, lévén nem jogosult a Pest megyei régió erre az Európai Uniós pénzre, de a magyar kormány úgy döntött, hogy saját kormányzati támogatásból ugyanazt a szélessávú szupergyors internet program fejlesztést fogja megvalósítani. A teljes Pest megyei régióban, ezen belül pedig a 29-es körzetben, amin a UPC elkíván indulni, és remélhetőleg ezzel a mi fejlesztési elképzelésünk még inkább gyorsulnak, és legkésőbb 2019-re, a kormányzati céllal összhangban pedig 2018 végére a teljes kb. 100 000 háztartásnak a legnagyobb része, vagy akár a teljes 100 000 háztartás és vállalkozás és állami intézmény, önkormányzati intézményt el fogja érni ez az optikai hálózat. Úgyhogy erről beszélgettünk a polgármester hölgyekkel és urakkal, ezt osztottuk meg velük, illetve azt, hogy ez a hálózat milyen szolgáltatásokat, minimum 500 megabit per szekundumos internetet, ha ma beszélünk, lehet, hogy egy év múlva már többet, mennyi fajta televíziós és videószolgáltatást fog elhozni, és hogyan támogatja azokat a helyi fejlesztéseket, vagy beruházást támogató lépéseket a szélessávú hálózat, amiben még több vállalkozást tud települni a 29-es körzet településeibe, vagy akár az okosváros fejlesztéseket is tudja támogatni ez a hálózat. Úgyhogy ez volt az a keretrendszer és azok a konkrétumok, amiről beszéltünk a térségnek a vezetőivel. Hát én csak üdvözölni tudom, és köszönöm a UPC-nek ezt a döntését. Ugye a mi közöttünk folyó beszélgetés az is egy korábbi időszakra tehető, és akkor még a digitális jólét program kapcsán kiírandó állami pályázatról nem volt szó, és a társaság akkor teljes egészében úgy tervezte, hogy saját fejlesztésben valósítja meg a 29-es körzetben az átállást és a korszerűsítést. Én azt gondolom, hogy az itt élők számára ez mindenképpen egy nagyon fontos lépés, még akkor is, hogyha bizonyos értelemben a hétköznapokban a tömegfelhasználók számára a távközlés ma vegyes felhasználású vagy vegyes megítélésű, hiszen a mobil hálózatok elterjedése, a mobil internet elterjedése sok szempontból oldja a feszültségeket, de erről a körzetről azt azért tudni kell, hogy sajnos nem fejlődött szervesen a távközlési hálózat, nem fejlődött szervesen a digitális hálózat és a lehetőségek. Nagyon sok esetben az önkormányzatok indítottak el fejlesztéseket, és ezeknek megvoltak a maguk korlátai. Most van itt az az idő, ami a szolgáltatók szándékai befektetése, és hát szerencsére a kormányzat szándéka és tervei összhangba kerültek, így valóban várhatóan a mai kor legkorszerűbb technológiájával
gyakorlatilag egy másfél éven belül a teljes körzet megújul, és hát az az állapot, amit azért, ha az interneten az ember böngészik, foglalkozik a távközlés és a digitális hálózatok jelenével, azért az a fajta szitok szó vagy pejoratív megjelenés, amit a 29-es körzet elavult hálózata ma tartalmaz, ez végre feloldódik, és minden olyan digitális pozitívumban, minden olyan informatikai lehetőségben, amely megnyílik az emberek számára, ebben a körzetben is megjelenik. Ha csak a belügyminisztérium projektjeit említem, egyébként a digitális személyigazolvány bevezetésével olyan új szolgáltatások válnak elérhetővé a hétköznapi életben is, az egészségügyi szolgáltatásban, a közlekedésben, amelyekre ma nagyon sokan nem is gondolnak. Viszont ehhez kell az infrastruktúra, tehát azok a szándékok, amely a kormányban megvan, hogy Magyarország az európai élvonalba kerüljön a digitális szolgáltatások, az internet adta lehetőségek kihasználásában, ahhoz először az infrastruktúrális hátteret kell megteremteni, ebben a körzetben ez egy óriási lépés, és én bízom abban, hogy az önkormányzatok, a lakosság és a UPC együttműködése az sikert hoz, és hát a kormányzati támogatás is nyilvánvaló, hiszen ezt a célt nagyon fontos célként fogalmazta meg, tehát a digitális megújulása, a szélesebb internet eljutatása minden ingatlanhoz, ezt egy nagyon fontos célként fogalmazta meg a magyar kormány. Köszönöm szépen!